Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, és akikkel még nem találkoztam volna az idén, boldog új évet, és vágjunk is bele ebbe a 2015-ös esztendőbe, izgalmasnak ígérkezik. Ami ma mondjuk a pénzpiacon történt, az inkább aggodalmasnak ígérkezik, mint izgalmasnak. 320 forint körül járt a forint árfolyam az euróhoz viszonyítva, de például a dollár 2006 óta nem volt ennyire erős az euróhoz viszonyítva. A dollár szerepelt igazán jól, de hogy ettől még a forint miért szerepelt ennyire gyengén, én azt nem tudom, de Vértes András egész biztosan tudja. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok, és boldog új évet kívánok én is. Önnek is, mindenkinek. Na, mi történt ma? Igazából nagyon sok tényező együttesen alakítja a forint árfolyamát, és azért azt is tudni kell, hogy ilyenkor az év elején pici a forgalom is. Tehát ilyenkor kis pénzzel is nagyobb elmozdulások vannak. Hát, tehát kicsit torz a kép. Így van. Tehát azért nem biztos, hogy ez a folyamat, ami ma történt, az egy tartós folyamat. Bár nekünk az a prognózisunk, hogy a magyar forint fokozatosan gyengülni fog ebben az évben, legalább annyival, mint a tavalyi évben, hiszen a kormányzatnak sem különösebb törekvése, hogy a forint erős legyen, sőt, a kormányzat láthatóan bízik abban, hogy egy gyengébb forint az előnyös hatással lehet a magyar gazdaságra. Én ebben nem hiszek, de a kormányzat ebben hisz. És van egy másik oldala a dolognak, hogy az amerikai dollár erősödése az meg egyértelműen tőkét visz ki Európából, Amerikába, vagy ha másképp fogalmazunk, akkor euróból és forintból tőke megy át természetesen dollárba. És na, ezek a folyamatok gyengítik a forintot. Na, akkor most küldjük haza az összes többi vendéget, mert hogyha ezzel most mind végig megyünk, akkor itt ülünk fél kilencig, az biztos. Először is, miért szerepel, mitől szerepel Amerika jól, egyre jobban? Mi történt az amerikai gazdasággal? Ugye az amerikai gazdaságban az történt, hogy becsültek egy 3,9%-os növekedést, majd lett egy 5%-os GDP növekedés számuk. Azért az egy nagyon robusztus, nagyon erős növekedés. Ezek után Janet Yellen ügye, tehát a Fednek az elnökasszonya megszólalt, és a jegyzőkönyvből, a Fed jegyzőkönyvből ki is derült, hogy bizony elhangzott egy olyan mondat is a tanácskozásukon, hogy akár már a tavasz végével is megkezdődhet a kamatemelkedés. Na most, ha ez így van, ha ez így lenne, természetesen ez egy nagyon óvatos mondat, és számos más mondat is volt odaírva, tehát ezt nem kell készpénznek venni. De ha igaz az, hogy a kamatemelkedés megkezdődik, akkor ez tőkét vonz Amerika, vagy pontosabban szóval a dollár felé. Most érdemes minél előbb érdemes átváltani eurót vagy forintot dollárra. Dollárba, mert a dollár tovább fog erősödni? Mert a dollár láthatóan erősödik, most is erősödik, és még tovább fog erősödni, és abban a pillanatban, hogy kamatot emelnek, még jobban fog erősödni. Tehát ugye ez most egy árfolyam előnyt hoz, amikor kamatemelés történik, akkor kamat előnyöket is tud hozni együttesen. Tehát ezért megindult egyértelműen egy áramlás, pénzáramlás, tőkeáramlás, a nagy szereplők áramlása, nem a magyar kispénzesekről van itt szó, nagy tőkeáramlás elindult a dollár irányába, ez gyengíti az eurót, ehhez hozzájárult ugye ez a kis színjáték Görögország körül, egy újabb kis görög dráma, mini dráma, hogy a görögök mégiscsak kimennének az eurozónából, amire ugye persze egy reakció azonnal történt, hogy szó nincs erről, és a... Tehát azt gondolom... Visszavonhatatlanul az eurozónához tartozik, mondta az Európai Bizottságnak a szóvivője. És én azt gondolom, hogy ez így is van. Tehát igen, csak ilyen... hát választás lesz Görögországban, igen. És mondjuk a baloldalnak esélye van, a baloldal pedig azért már tett erre több, mint célzást, utalást. Igen, de abban a pillanatban, amikor ezt komolyan meg kell gondolni, akkor aki számol is, nem csak dumál, az azonnal tudja, hogy ingüket, gatyáikat elvesztik rajta. Tehát dumálni lehet, és meg lehet lovagolni populista szándékokat ott is, mintha nálunk is történtek volna ilyenek, ha jól emlékszem a választások környékén, de utána senkinek a szében nem jut az, hogy kimenjen az eurozónából, mert abban a pillanatban hatalmas károkat fognak elszenvedni. Na jó, tehát hogyha ez csak egy belpolitikai duma, akkor ezt mondjuk, ha valami furcsa megszemélyesíteni a pénzpiacot, tehát hogyha valaki, mint a pénzpiac olyan,
ezt a lehető legjobban tudja. Tehát pontosan tudják a befektetők, hogy az ilyen és ehhez hasonló mondatok egy választás előtt álló országban, azok a belpolitikának, a kedves szavazóknak szólnak. De erre nem szokott annyira rámozdulni a piac. Nem is. Nem is tehát gondolom, akkor ezt kihagyhatjuk, ezt a görög választási nem is gondolom, hogy a görög sztori az igazi ebben, hanem a dollár sztori az igazi. Ebből a szempontból az eurót nézve, és az euró csúnyán gyengült a dollárhoz képest, ugye 1,2 alá is jelentősen lement, aztán onnan egy kicsit visszabileget, de azért egyértelműen ott ebben az 1,19-1,2 tizedes sávban maradt, ami arra utal, hogy azért az euró az gyenge. Sőt, ugye megjelentek olyan hírek is, hogy az euró akár a paritásig gyengülhet, és ez már komoly befektetési bankok híreiben is megjelent, tehát hogy egy az egybe lehet a dollár-euró árfolyam. Volt már ilyen, de nagyon-nagyon-nagyon régen, tehát csak ahogy szokták mondani, az euró gyerekkorában volt ilyen árfolyam, tehát az borzalmasan régen. Én ezt nem tartom nagyon valószínűnek, de az, de hogy ilyen... Akár ez is bekövetkezhet? Akár ez is bekövetkezhet. A pénzpiacok azok nagyon volatilisek, azok nagyon gyors mozgásokra képesek, ez bekövetkezhet. Azért én azt gondolom, hogy most egyelőre nem kell ezzel számolnunk, de azzal, hogy a dollár erősödik az euróhoz képest, bizony az egy tendencia és az egy trend. Ugye 1,4 tizedről jött le nem olyan nagyon sok hónap alatt 1,2 tizedre. Tehát azért ez látni kell, hogy ez egy nagyon jelentős olyan 13-15% körüli gyengülése az euróra. És akkor mi történt a forinttal? Hogy a forint reagál a dollárra, oké, de miért reagált így az euróra? Hát ugye nyilván a dollárhoz képest borzalmasan gyengül a forint, az euróhoz képest pedig azért gyengül, mert nyilvánvalóan Magyarországon a befektetők realizálják azt, hogy a nagy befektetők, ugye a Magyarországon lévő nagy befektetők azok nagy cégek, nem szabad elfelejteni, multinacionális cégek elsősorban, és hazai cégek. Ezek a cégek abszolút tudják, hogy de dollár felé kell mozdulni, ezért elmozdítják a saját pénzpolitikájukat. Ugye ők jelentős tőkékkel, jelentős pénzforgalommal rendelkeznek, ennek a pénzforgalomnak egy jelentős része mindig be van fektetve, ezt elmozdítják dollár irányba, forintból vagy euróból indulva, kinek milyen van. Ugye jól tudjuk, hogy az Audi hosszú ideig például 4 milliárd eurót tartott Magyarországon, amikor még az volt a nagyon előnyös, mert nagyon magas kamatok voltak Magyarországon. Miért a kamatok leestek, vagy elkezdtek leesni, azonnal kivitte Magyarországról, stb. Stb. Tehát ugyanezek a folyamatok mennek, és ez a piacot befolyásolja. Na most ez az egyik. Van ennek egy másik oldala, a magyar magatartás. Ugye az MNB-nek, a kormánynak érdeke volt az év végén azért valamennyire fogni a forint árfolyamot, mert fölviszi az államadósságot. Ugye az a bajuk nekik az árfolyamnál, hogy nő az államadósság ettől. Tehát ezért jól érzékelhetően az év végén, hát csöndes intervenciókkal, nem feltétlen MNB-s intervenciókkal, hanem megfelelő baráti kezek intervenciójával húzták le az árfolyamát azért a forintnak. Ugye az nem is, az év végén még jóval ez alatt is voltunk. Most már ilyen érdekük nincs, mert ugye egy napon mérődik az Európai Unióban az adósság, elég buta dolog ez őszintén szóval, sokkal okosabb lenne az év egészében mérni, de így ez a szabály Európában, nem gondoltak arra, hogy ezzel trükköznek, hogy Magyarországon az év minden napján jóval magasabb az államadóság, mint éppen a mérési napon. És miért mondta azt, hogy a magyar kormánynak ugye ez a gyenge forint az érdeke, és ezzel nem ért igazából egyet. Tehát miért lenne a gyenge forint érdeke a magyar kormánynak? Van egy taktikai eleme ennek, és van ennek egy stratégia. A taktikai eleme, hogy most ugye át akarják majd váltani, és meg is fogják csinálni, át fogják váltatni ugye a devizahitelesekkel. Akkor azon lehet kaszálni. Egy árfolyamon, ugye ha ez az árfolyam a piacon alacsonyabb lenne annál, mint amit annó megállapítottak, az ciki lenne, már bocsánat ezért a kifejezésért, mert akkor rosszabb árfolyamán váltanák át. Tehát magyarul nekik most egyáltalán nem baj, hogy rosszabb az árfolyam, annál, mint amit annó megállapítottak, mert így akkor ez egy ilyen ajándék. Hát annál mindenképpen nemzeti rosszabb. Nemzeti ajándék. Hát mondjuk egy svájci, egy 180 forintos svájci franknál biztos, hogy rosszabb. Nem, ugye megállapítottak egy átváltási árfolyamot. Ja, az átváltási, most, azt most azt hittem a régmúltra gondolom, hogy nem. A mostani átváltási árfolyam, ami
most már hirtelen már 2,49, ha jól emlékszem. Na most ahhoz képest 2,63 vagy 65 körül tartunk. Tehát azt lehet mondani, hogy mi most egy ajándék árfolyamon idézőjelben. Az állam milyen nagyszerű volt, hogy egy sokkal jobb árfolyamot állapított meg, mint amennyi van. Ez a taktikai része a dolognak, és van egy stratégiai része. Ez a kormány hisz abban, hogy egy gyenge forint árfolyam az meglöki a teljesítményét a gazdaságnak. Minden nemzetközi példa... Az hogy tudja meglökni a teljesítményét a gazdaságnak? Ugye elvileg ez azt jelenti, hogy mintha Magyarországnak export többlete van, tehát nagyobb a pozitív hatása az exportra, az árfolyamra, mint az importra. Ez igaz egyébként önmagában. Itt csak egy pici probléma van, hogy a magyar exportnak olyan 75-80%-át multinacionális cégek bonyolítják le, nem forintban. Tehát ott az egész cég működése euróban vagy dollárban történik, tehát ott a forint egyáltalán nem játszik. A pici cégek, a KKV-k, a kis közép cégeknek pedig sajnos nem csak nálunk, a világon mindenhol nagyon pici az exportja. Tehát magyarul ők, az igazi magyar cégek, a hazai cégek, azok ebből valójában nem profitálnak. Mit jelenthet ez a költségvetésnek? Hiszen a költségvetés mindig egy tervezhető, viszonylag tervezhető számon, átváltási számon számolják ki. Ahhoz képest, hogyha tartós és... Nem tudom, hogy ön vagy a GKI mit mond, hogy az év során még mennyire erősödhet a forint, de hogyha tartós lesz ez a, vagy gyengülhet a forint, hogyha tartós lesz ez a gyengülés, akkor az a költségvetés nem ilyen? Tehát nyilván befolyásolja. Mi azt prognosztizáltuk tavaly, hogy az idei év átlagában 320 forintos árfolyam lesz. Az év elején őszintén szólva nem gondoltuk, hogy eléri a 320-at, most el fogja érni. Vagy már elérte, bocsánat, könnyen lehet, hogy eléri a korábbi csúcsot is, 323-at. De az év második felében, amikor a deviza hitelügy lebonyolódott, akkor egészen biztosra vettük, hát persze amennyi egy prognózisban biztosra lehet venni, hogy ez akár 330-ig is elmegy. Na most azt gondolom, hogy most ennél akár egy kellemetlenebb, még rosszabb, az én megítélésem szerint rosszabb helyzet is előállhat, tehát magyarul gyorsabban elérhetjük ezeket a szinteket. Na most a költségvetés szempontjából ez egy furcsa hatás, mert ugye a magyar, az Európai Uniós forrásoknak a beáramlása így látszólag megint nagyobb forint összegekhez fogja juttatni a hazai, mert ugye mi eurót kapunk, az Európai Uniótól, amikor ez forintra változik, akkor több pénzhez jut a költségvetés, vagy több pénzhez jutnak azok a szereplők, akik ugye ebben befektetésekkel részt. Szerencsés nyertesek. Tehát még szerencsés nyerteseket is lehet vele produkálni, ezen az ágon sem jelent neki problémát. Valódi, igazi problémát azonban ez azon keresztül jelent, hogy azért ez egyértelműen megemeli a működési költségeket Magyarországon a cégek számára, elsősorban az importőrök számára, és a devizahitelben eladósodott cégek, most nem a magánszemélyekről beszélek, mert az külön dolog, de a devizahitelben lévő cégek számára ez egyértelműen hátrány. Hát, és a magánszemélyek számára is egészen biztos, és hogy mondjuk a magánszemélyeket nézzük, és az ő fogyasztásukat nézzük, akkor megint csak a gazdaság működéséhez lyukadunk ki. Az útdíjjal kapcsolatban önök tudtak bármiféle számítást végezni, hogy ez most oszt vagy szoroz, vagy gyököt van, vagy mit csinál költségvetéssel, tehát hogy ez akkora tétel, amiért ezt megéri, vagy nem akkora tétel, amiért ezt megéri? Mi ebben egyelőre semmiféle értelme számítás sajnos nem tudtunk végezni, ez akkora csacsiságnak tűnik, bevallom én számomra, hogy ekkora fölfordulást és ekkora zűrzavart csinálni, ennyi kicsi, ha ez sok pénz, akkor az a baj, mert akkor viszont kiterel nagyon-nagyon sok közlekedést, normális autópályáról kisutakra, ha pedig kis pénz, akkor még mi a fenének csinálni? Tehát a mi hozzáállásunk, hogy ez a butaságok gyűjteményébe tartozik. Hát majd egyszer talán sikerül kiszámolni, és hogy mennyi az előnye haszna, most még nem nagyon látjuk mondjuk a háttértanulmányokat. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen.